Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit. Szingapúr az egyik talán leggyorsabban fejlődő ázsiai térség, és igen, gazdag is, ezt talán mondhatjuk, hogy köztudott róla. Meg azt is, hogy aki ott jár, az láthatja, hogy az acél, az üveg és a beton rengeteg, nagyon jól ötvözi a csúcs technológiát, és hát az ázsiai kultúrát. Erről is szót ejtünk itt az elkövetkező szűk fél órában, ugyanis Szingapúrban barangolhatunk, ebben pedig segítségünkre lesz Ábrahám Zoltán, aki már nagyon Köszönöm. Sok izgalmas utazását megosztotta itt a Fehérvár Televízió nézőjében. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Szingapúr, hát hogy jut el az ember Szingapúrba? Hát először is elég nehezen, majdnem 20-24 óra repülővel az út, és hát én nekem azért kellett kimennem a Szingapúrba, mert fiamat áthelyezték Dubajból Szingapúrba, és a menyem a negyedik gyereke várandós volt, és hát a letelepedésnél, beindításnál én segítkeztem, hát röviden fogalmazva házvezetőnő voltam, ami hát ugye egy férfi embernek nagy kihívás, de úgy tűnik a utólagos visszajelzések alapján, hogy ezt sikerült megoldani. Meg gondolom nem bánta a feladatot. Hát ez nagyon érdekes volt, egy távoli országot látni, az mindig egy érdekes dolog. Mik voltak az első tapasztalatai? Hát az első tapasztalat az volt, hogy Szingapúr egy tiszta város. Tehát ahol mentünk az autó, először megérkeztünk ugye taxival, mindenhol tisztaság ez, és amikor később már közlekedtünk is a városba, sehol semmi szemét nem volt, és nagyon kedves, vidám emberek voltak, és hát sokféle. Főleg a kínai típus, de világosabb, barna, sötétebb, barna, mindenféle volt, és nagy egyetértésben voltak. A tisztaságot azt nagyon-nagyon komolyan veszik, mert mindenhol tele van a város a figyelmeztetésekkel, hogy milyen szemetelésé mennyit fizetnek. Ezek nem kis összegek, mert például ugye 1000 dollárt kell, szingapúri dollárt kell fizetni egy cigarettázási rossz helyen, és ezt 200 forinttal kell beszorozni. Szóval nem semmi. Tehát keményen veszik ezeket a szabályokat, és mondhatjuk végbe azt. Is hajtják. Érdekes dolog ez a duriánc. Ennek ezt csak tilos vinni, de nincs büntetési tétele, ugyanis ez egy gyümölcs. De olyan büdös, hogy párja nincsen neki. Tehát normális ember ilyet magával nem visz, és hát ezt nem büntetik. Én jártam meg egyszer, hogy vettem egy nagyon szép doboz csokoládét, gyönyörű csomagolása volt, csak egyet nem vettem észre, hogy rajta van a durian. És abból csinálták, azzal csinálták a csokoládét, és amikor megkérdeztem, hogy hogy íz lett, akinek odaadtam, hát azt mondja, hogy olyan volt, mint amikor a marcipánt fokhagymával kellett. Úgyhogy érik az embert meglepetése. Hát egy egzotikus ajándék volt, hát akkor mondhatjuk. Volt, eltartott egy fél évig, mire megették. És rágógumit sem lehet bevinni? Nem lehet bevinni, és ugye ami a fontosabb az, hogy nem is láttam sehol se, hogy árulták volna, tehát ez nem egy ilyen városi legenda, hogy be lehet, nem lehet rágógumit vinni, hanem, és mint hogy láthatjuk, ugye, hogy valahol szemetel az ember ott, ahol nem szabad, az is 1000 dollárba kerül, szóval, és nagyon-nagyon éberek ott az ilyenre az emberek. Ugye említett, hogy az élet beindításában segítkezett ugye Szingapúrban, és azt is, hogy ugye a negyedik gyermekkel volt várandós a menye, de hát a három másik gyerekkel mi történt? Három másik gyerek, igen, ott volt. A kettő az középiskolába járt, a harmadik az óvodába. És hát ugye a középiskolában rögtön megtapasztaltam azt, hogy miért van az, hogy illetve hogy a Szingapúr a PISA felmérésekben miért van az első helyen. Egy nagyon jellemző rövid példa, feladat volt, hogy miért kell bekötni a biztonsági övet. Ugye a válasz az nem az volt, hogy azért kell bekötni, mert megbüntet a rendőr, hanem kísérleteket végeztek, játékautón volt, fakocka ütközött, elrepült, mennyire repült, hogy repült, ha rögzítették, akkor nem repült, és rögtön bejöttek a Newton törvények, hogy minden test megtartja egyenes vonalú egyenletes mozgását, amíg erre egy másik test nem kényszeríti, és utána kellett egy dolgozatot írniuk, de nem csak a biztonsági övről, hanem az autóról összességében, hogy milyen biztonsági felszerelések vannak. Légzsák, első gyűrődő zóna, hátsó gyűrődő zóna, maga a kaszni, hogy van kimerevítve. Tehát rögtön egy olyan környezetbe rakták a biztonsági övet, hogy az egészet látták. Hogy hát egy ilyen komplex oktatási modul akkor tulajdonképpen. Ez nagyon tetszett nekik, lelkesen írták
a dolgozatot belőle, és én is örültem neki, hogy nem csak azt látják, hogy be kell kötni magadat, mert különben kirepülsz, hanem milyennek a fizikai háttere, és hogy mi minden van még az autóban, ami megvéd téged. De van óvodáskorú gyermek. Igen, is. Hát a harmadik gyerek az 4 éves volt, hát szegényeket elképzelhetjük, hogy milyen helyzetben volt. Ugyanis otthon magyarul beszéltünk, a óvodában angol volt a hivatalos nyelv, és csináltam egy fényképet a órarendről, amin, mert komoly órarend van egy ilyen óvodában, ahol látszik, hogy reggel, illetve délelőtt és délután kínai nyelvórájuk van nekik. Hát ugye ezt nem tudtuk leellenőrizni, hogy halad, mint halad, de elszámolt kínaiul 10-ig, és egyszer hozott haza egy ilyen feladatlapot, amin bal oldalt voltak a kínai jelek, jobb oldalt ábrák, és ezeket össze kellett kötni. Ő összekötött, és az alján volt egy nagy ötös. Hát hiába, ezeknek a gyerekeknek gumiból van az agy. Ezek... Meg talán ez akkor is az, amikor szinte minden tudást szívnak magukba. Mindent tudtak, és hát nagyon jól fölvette. Hát most, hogy már hazajöttek, még most is tud egy kicsit kínaiul beszélni, számolni, ez az amaz, de hát nyilván ez, ő volt az első a családban, aki kínaiul beszélt. És nyilván azt is láthatjuk, hogyha úti filmekre gondolunk, hogy ott azért teljesen más a tömegközlekedés, mint mondjuk itt. Hát a tömegközlekedés az alapvetően két dologra van építve, az egyik a busz, a másik pedig a metró. És mind a kettőt ugyanazzal a föltölthető jeggyel lehet használni, ilyen, ami azt jelenti, hogy amikor az ember becsekkol mondjuk a metróba vagy a buszba, akkor megmutatja, hogy mennyi pénz van a jegyen, amikor leszáll, akkor megmutatja, hogy mennyit használt el, és mennyi maradt. És ezek az utazások jó vannak kombinálva, mert hogyha az ember gyorsan vált buszról, metróra, metróról buszra, akkor a szokásosnál még olcsóbb a következő rész, amit amiért fizetni kell. És hát ugye a metrókocsikat is nagyon szépen ellátják megfelelő utasításokkal, illetve itt láthatunk egy peront, ott üvegfal van a peron és a metrószerelvény között, tehát itt nincs metrószél, mint a pesti metróba, és ki van jelölve, hogy hol kell állni, aki be akar szállni, hol jön ki, aki a metróból jön ki, tehát nincs az, hogy egymásnak esnek az ajtóban, hanem szépen elterelgetik őket. Sőt, van olyan is, ahol kiírják azt, mint például, hogy 8:30 és 9:30 között, hétköznap itt nagyon nagy tumultus szokott lenni, ha ezt el akarja kerülni, menjen néhány ajtóval arra. Hát ez tényleg hihetetlen udvariasság. És hát a metróknak a belseje is szépen fő van díszítve, ezt azért fényképeztem le, mert egy nagy vízcseppeknek tűnik, ez nem azt jelenti, hogy beázik a metró. Hanem ez egy ilyen dizájnelem, ott mondhatni. Ilyen nagyon szép kis dizájn volt. Ami még ide tartozik az, hogy a metróban lent a állomáson van egy információs képernyő, amin lehet látni, hogy mennyi idő múlva jön a következő metró, lehet látni, hogy kell viselkedni a metróba, hogy nem szaladgálunk, nem ugrunk át a korlátot, nem csinálunk semmi rosszat, és van némi tájékoztató arról, hogy mit kell tenni a terrorizmus ellen. Ez nagyon, hogy mondjam, lájtos dolog, mert azt mondja, hogy ne engedjük senkinek, hogy ott hagyja a csomagját. Szóljunk neki, hogy vigye el. Ha látunk egy magára hagyott csomagot, megmutatják, hogy kinek kell szólni. És utána, hogyha véletlenül bekövetkezik a támadás, akkor hogy kell jelenteni a központba, hogy mi történt, hogy kell segíteni a sebesülteken, és hol lehet elhagyni, milyen úton, módon a sérült metrót, mert hát ugye ez mind fontos a élet szempontjából, és én úgy gondolom, nem fog szerintem bekövetkezni, mert akkor a közbiztonság Szingapurban, de adott esetben ez egy más balesetnél is igen használható információ. Hát igen, meg főleg egy krízis helyzetben az ember lehet, hogy kerül olyan állapotba lelkileg, mentálisan, hogy hirtelen nem is tudja, hogy mit kell tenni, tehát igen. Hogyha ott is van egy ilyen ábra, mondhatjuk azt. Igen, tehát így súlykolják az utazókba, hogy mit kell csinálni, hol van a telefon a kocsiba, és a többi. Ez ugyan, hogy mondjam, jó volt, de érdekes. Ez
ugye a tömegközlekedésnek a vetülete. Mennyire gyakori az, hogy mondjuk autóval vagy taxival közlekednek Szingapúrban? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugyanis Szingapúrban az autó növekedés nulla. Tehát ez úgy működik, hogy egyet kivisznek a roncstelepre, akkor lehet egy újat behozni az országba, és az autó egyébként is drága, és maga a rendszám az autóra is nagyon drága, akár 10 millió forint is lehet magyar pénzbe átszámolva, és ebből is vannak különböző rendszámok. Vannak olyanok, amit mindig lehet használni, van olyan, amit csak hétvégén, van olyan, amit csak a nap bizonyos időszakában, de ezek mind más színűek, úgyhogy a rendőr egy pillantásra meg tudja állapítani, hogy az illető jó időben és jó rendszámmal közlekedik, és ezt is nagyon komoly. És ott ez egy tökre elfogadott természetes dolog. Igen, hát mert egyszerűen nem lehet behozni több autót, mert ennek ellenére, hogy korlátozó van, ott is megvannak a reggeli csúcsok. Szóval rendesen bedugul a egyik irány, rendesen bedugul a másik irány este felé, szóval ott is vannak, de valamennyi autót azért csak kell engedni. És mivel ez egy korlátozott a személyi autó, ezért van taxi, meg egy Uberhez hasonló magánfuvarozás. Ezeket internetes alkalmazással lehet hívni, és rögtön megmondja, hogy mikor jön az autó, éppen hol van, merre jár, mi lesz a rendszáma neki. És hát ez egy elég érdekes dolog. Mondjuk, hogy a közlekedés az eléggé udvarias, mert ilyen fölfestést én még nem láttam sehol. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a két sáv össze fog menni egy sávvá, és nem mondják azt, hogy az egyik a fölé rendelt, a másik az alárendel, hanem uraim, menjenek úgy össze, ne egymásnak, hanem az egy sávba. És ez nagyon meglepett ez a keleti gondolkodás. Két taxisofőre volt, illetve fuvarozóval volt érdekes élményem, az egyik egy kínai idősebb ember volt, és mondta, hogy hát ő minden nap dolgozik, mert ő neki 100 dollár föltétlen meg kell keresnie naponta, mert különben nem megy a dolog, ő neki nincsen alkalmazottja, ő neki nincsen szabadsága, ő nem vesz útlevelet, mert ha kell útlevél, akkor az két nap alatt megkapja, ő a pénzét nem tartja útlevélbe, és akkor is itt van, ha kicsi a forgalom, mert az a kevés, amit megkeres, az a 30-50-60 dollár, az is kell, és ez jó, és csinálja minden. Hát ugye Tömörkény István erre mondta, hogy a célszerű szegény ember, aki mindent alárendel a üzletnek. Volt egy másik történet, egy hívásra, egy hetes BMW jött. Na most ez azért furcsa, mert általában ilyen kis és középkategóriás, nem egy ilyen luxus közeli autók jönnek. Egy fiatal ember vezette, és hát megkérdeztem tőle, hogy ne haragudjam már, de hát ilyen autóval überezik, hát miért? És mondta, hogy hát ő neki van 3 háza, ez darabonként olyan magyar pénzbe 500 millió forintot ér, ezeket kiadja, ebből nagyon jó pénze van neki. És van egy cége, ami szintén nagyon jól működik, de most van egy órája a következő tárgyalásig, és ő úgy döntött, hogy nem kávézik, nem újságot olvas, hanem hasznosan tölti az idejét. Azért ebbe gondoljunk bele, hogy benne van ezekbe az emberekbe, hogy mindegy, hogy mi csak hasznos legyen, ne henyéljen, ne csináljon, lustálkodjon, vagy valami, ez teljesen lenyűgözött ez a hozzáállás a munkához. Úgyhogy... Érdekes még, ugye most nagyon sok mindenről beszéltünk, egy teljesen digitalizált társadalomnak a képe rajzolódik ki legalábbis hát, itt a fejembe, ahogy említette is, ugye, hogy nagyon sok minden, akár az iskolákban, vagy akár a metrónál is láthattuk a fotókat, hogy igen, mi hát hogy van. A buszmegállókban van olyan alkalmazás, hogy megnézheti az ember, mikor jön a busz, ami ötben ott áll meg, és a másik az, hogy a metróban 10 ember közül 9, és ő a sétálók közül is 5-6 ember nyomogatja a telefonját, és nyomogathatja, mert simák az utak. Uh-huh. Nem esik más. És mi a helyzet a vásárlás? Az is egy ilyen nagy fogyasztói hát az szokás. Az egy nagyon érdekes dolog, az sok tapasztalatom volt vele. Ugye annyit kell tudni, hogy Szingapúrban hihetetlen drága a föld, tehát mezőgazdaság nincs, praktikusan ipar sincsen, mert drága a telek, mindent importálnak. Többnyire Ausztráliából, főleg az ilyen tejet, tejtermékeket, ezt, azt, amaz, de láttam minden országból, Amerikából, Franciaországból, Iránból, mindenhonnan gyümölcsöket, termékeket, tehát minden, de nagyon drága. Ugye, mint jó magyar ember, megszoktam, hogy a gyümölcsnek az ára az kilóba van kiírva, és láttam ott nagyon szép almát, 2-3 dollárért. Hát mondom, 400-600 forint egy kiló almáé, hát nem olyan rossz, de szép. És amikor megnéztem közelebbre, akkor derült ki, hogy 1
egy alma kerül annyiba. És hát ugye egy ilyen piacot elcsípni valakinek, ahol ilyen áron lehet egy almát értékesíteni, az még a magyar almatermelőknek is érdekes lehetne. Nyilván nagy minőség, pontos szállítás kell, de ez úgy mellbevágó volt ez a vásárlás. Tehát Szingapúrban nem olcsó az élet. Drága. De hát kínálat is van, gondolom, éppen ebből adódóan. Hát mindent lehet. Mindent lehet. Most ugye úgy szokták mondani, hogy a gombos tütül a tenger alatt járóig mindent lehet kapni, de tényleg vannak ilyen kis boltok, vannak olyan kis boltok, vannak nagy áruházak, vannak nagy plázák, minden, de mindent be lehet szerezni. Hát olyan áron. Nyilván, amikor kint van az ember egy viszonylag húzamosabb ideig, hiszen azért lehet már mondani az ottani kint tartózkodására, hogy azért az nem egy néhány nap volt, vagy néhány hét volt, ott az időjárást is kitapasztalja. Hát már amennyire ki lehet tapasztalni. Hát nagyon jó ki lehetett tapasztalni 3 hónap alatt, ugyanis itt szubtrópusi időjárás van. Nincs olyan nap szerintem, hogy ne esne az eső. Egy évben Szingapúrban 3 méter eső esik. Tehát ők rendesen föl vannak készülve a víznek a elvezetésére, és egyenletesen 28-30 fok van. Lefényképeztem egyszer egy ilyen vihar felhőt, hát nem túl sok jót ígér még így messzire, és hát nagyon nagy. Leesik az eső, vége, és ugyanolyan meleg van. Tehát nem és 7 ágra süt a nap után. Igen, és nem úgy, mint Magyarországon, hogyha strandolás közben esik az eső, akkor mindenki megy haza, mert vége az életnek, mert lehűt, megfagysz, meg mit tudom én mi. Voltunk ilyen vidi vízánparkban, leesett az eső, ugyanúgy folytattuk utána a gyerekekkel, mint ugyanolyan meleg volt. És hát a páratartalom az nagyon magas. Én, mint ugye ilyen mérsékelt égévi ember, úgy gondoltam, hogy na majd kimosom a ruhát, 30 fok van, hát ez 20 perc alatt megszárad. Hát kiraktam, és nagyon ledöbbentem, amikor másnap ugyanolyan nedvesen találtam a szárító kötélen, és 80-90%-os páratartalomban nem tud párologni. És hát ezért értettem meg, hogy vannak olyan mosógépek, amiknek van szárító funkciója, és hogy nagyon sok mosógépnek a tetején ott van a szárítógép, és ezek olyan 80-100-120 perc alatt aztán tényleg megszárítják a ruhát annak rendje és módja szerint. A járdák viszont nagyon sok felé fedettek a gyakori eső miatt, és nagyon jó vannak villám ellen védve. Tehát mit tudom én, 5-6 méterenként komoly földelések vannak, hogy ha véletlenül villámcsapás jön, akkor aki éppen ott tartózkodik, annak jóformán semmi baja ne legyen. És hát láttunk ilyen választási plakátokat, hogy én ennyi méter fedett járdát ígérek a itt lakóknak, meg annyit ígérek, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Itt mondjuk nálunk nem kell fedett járda, de hát nincs is rá szükség. Amikor ugye a beszélgetésünket kezdtük, akkor arra utaltam, hogy nagyon modern, egy nagyon látványos város, na de mégis milyen a város, vagy a városközpont? Hát ugye sokféle a város. Ugye a központ az modern, gyönyörű épületekkel, szuperházakkal, érdekes építményekkel. Van itt egy épület, ami ugye az ember először ránéz, akkor most azon gondolkozik, hogy mikor fog ez összedőlni, mert meg van csavarodva. De aztán kiderült, hogy ezt így tervezték, és nagyon érdekes, és jó. A városközpont az csupa modern épület, plázákkal, luxus áruházakkal, mozikkal, mindennel, amit el lehet képzelni, de a régi gyarmati időkből megmaradtak ezek a városrészek, amiket úgy hívnak, hogy Kis-India, meg kínai városrész, és ezek tényleg úgy néznek ki, mint egy Kis-India, ott vannak a templomok, az indiai templomok, a Kínában is a kínai dolgok, és hát ott egy kicsikét más a tisztaság, de rend van. Meg ez egy látogatott, vagy hát legalábbis az úti könyvek azt írják, hogy ez egy ilyen kedvelt turisztikai célpont igen, is nagy, nyilván. Nagyon gyönyörű épület, de mondom, azért nem is rakottam bele semmit ide, vagy, mert ezt bárhol meg lehet nézni, tényleg ilyen isten, olyan isten, ilyen, és tényleg nagyon gyönyörűek, de hát ez egy kicsikét más. És ott aztán megvannak a helyi éttermek is. Az ember nyugodtan megpróbálhatja. Én is volt úgy, hogy nyakamba vettem egy kis indiát, és bementem egy indiai étterembe, és hát kicsit félve, de aztán minden bajnék meg lehetett tenni, és nagyon érdekes ízük van. Tehát nem kell a hamburgerhez, meg a McDonald's-hoz ragaszkodni.
nagyon jó helyi ételeik vannak nekik, úgyhogy érdemes kipróbálni mindenféleképpen. Szintén mutatná rá, hogy a közbiztonsággal nincsen gond, de mégis milyen tapasztalatai voltak a közbiztonság vonatkozásában? Tényleg. Engem ugye, mint gondos nagyapát, aggódtam az unokákkal, amikor mentek, utaztak, mi stb. De aztán pár nap múlva rájöttünk, hogy nyugodtan mehetnek. Semmi atrocitást nem láttunk. Este is mehettek metróval az úszodába, jöhettek haza, nem volt ott semmi gond. És hogy milyen a közbiztonság, az egy példa, hogy hát itt van, ilyen rendőrségi hirdetmények vannak. Itt azt írják, hogy kérem szépen, ebből a folyosóról elloptak virágcserepeket, és kérjük, hogy aki látott valamit, jelentkezzen. A másiknál ott azt írják, hogy ebben a bódban letartóztattak 32 tolvajt 2014 óta. Hát el lehet képzelni, micsoda élet van ott. Így aztán érthető az a történet, amikor megkérdeztem az egyik taxisofőrt, hogy maga mindig taxisofőr volt, azt mondja, nem, korábban rendőr volt. De hát mondom, miért hagyta ott? Hát azt mondja, hülyére mondtam magam. És hát ugye ilyenekből azért lehet látni, hogy tényleg nem túl izgalmas a rendőr élet. Viszont egy dolgot, ezt most nem halálosan komolyan vesznek, ez a drog. Akinél drogot találnak, az kivégzik. És történt egy ilyen eset, hogy egy amerikai fiúnál megtalálták az elszívott drogcigarettának a csikjét. Ami hát ugye nem igazán drog már. Megtalálták nála, azt mondták, hogy drogot, semmi amerikai diplomáciai manőver nem volt elég ahhoz, hogy megmentse az életét, szabályszerűen kivégezték, mert drogot birtokolt, holott ez tilos. Nagyon kemény dolog. De hát ez így van velük. Ezt így csinálják. És hát több függetlenül most ugye ez egy hátborzongató eset volt, amit hát itt az, említett, ami... mert azért az emberen futkosott a hideg, ugyanakkor meg valahogy az van a köztudatban, hogy ettől függetlenül egy ilyen nagyon elfogadó, meg segítő készség van az emberekben, ezt említett és a beszélgetés elején, az esélyegyenlőség vonatkozásában ez így van. Tehát gyakorlatilag én sokszor beszélgettem taxisofőrökkel, meg másokkal is, és hogy hát mondom, hogy milyen sokan élnek itten, és azt mondja, hogy uram, higgyél, nem a bőrszín számít, hanem az, ami a fejébe van. Ha van a fejébe valami, akkor jó, ha nincs a fejébe semmi, akkor tök mindegy, hogy hogy néz ki. És ugye ez a segítőkészség államilag is megvan. Tehát lehet, hogy hihetetlennek hangzik, de Szingapúr A-tól B-ig, elejétől végéig akadálymentes. Mindenhova el lehet jutni kerekesszékkel. Ugye nekem az tűnt föl, hogy amikor a fiammal vásároltunk olyan dolgot, amit tehertaxival kellett hazavinni, a legfontosabb dolog a tehertaxin egy fatábla volt, aminek négy kereke van. És amikor az árut mindig erre a táblára rakták rá, és ezt el lehetett tolni mindenhova. A parkolóból, az épületig, az épületben, a liftig, a liftből a lakásig, és ez ugyanez megvan a metrónál, és minden metró megállónak liftje van, és minden buszon van olyan kis lehajtható lépcső, amin a buszsofőr, ez a dolga neki, fölsegíti a kerekes széket, és a metróban is, mert a buszon is van ilyen hely a kerekes szék számára, ahol rögzíthetik, és nem gurul el egy nagyobb fékezésnél, és ott van, bocsánat, neki keze ügyébe a jelző gomba buszon, hogyha le akar szállni. És az utasok közül senki nem berzenkedik, mindenki megértően türelmesen, mert tudja, hogy ez az élet, így kell csinálni, mert szegénykének erre van szüksége. Nagyon megkapó volt, amikor láttam egy ilyen esetet, úgyhogy ez egy tényleg egy nagy dolog, hogy egy egész város mindenhol akadálymentes. Ez is egy nagy élmény. Nem biztos, hogy az ember ezt háromnapos turista úton kideríti, de azért három hónap alatt nagy tapasztalat van rá. Hogyha már a három hónapot említjük, akkor volt esetleg lehetősége, hogy valami nagy tradicionális ünnepen részt vett? Volt. A kínai holdújé, vagy valamikor februárban van, ne kérdezze pontosan, hogy mikor. Az egy hihetetlen nagy ünnep. Földíszítik a bevásárlóközpontokat, a holdújérnek a színe a piros és az arany.
és ezzel van tele minden, és finom ételeket is lehet kapni. Le is fényképeztem egy ilyen kis röfit, aminek a hátsó fele már elfogyott, az elejét még lehetett tenni, és ilyen finom ételeket kínálgatnak, lehet venni, és rengeteg kitelepült üzlet van, hát valószínűleg rengeteg bóvét is árulnak, és ami érdekes, hogy minden boltban van egy kis macska, ami elemmel működik, és bal kézzel integet, ami a kínaiak szerint szerencsét és pénzt hoz. Itt Fehérváron is nyílt nemrég egy nagy áruház, ott is a bejáratnál lehet látni egy nagy macskát, amit a bal kezére állandóan integet. Na, onnan jöttem rá, hogy ez is valószínűleg kínai érdekeltségű. Ami nagyon érdekes még, hogy ugye minden évnek megvannak a maga védő állatai. Kutya, macska, ló, szamár, kígyó, majom, sárkány, ugye, de ezeket ők nem abban az értelemben használják, ahogy mi, mert mondjuk, hogy valaki nem büszkékedne nálunk, hogy én a majom évébe születtem, hanem inkább. És ott is az van, hogy a sárkány évébe szeretnék, hogy akkor szülessenek a gyerekek, akinek ugye abban az időszakban esik, plusz-minusz egy-két év. Ennek egy hihetetlen következménye van, minden sárkány évben 12 évenként 20%-kal több gyerek születik, és ezt valahogy le kell kezelni bölcsödébe, iskolába, óvodába, mindenhol. Mert azért az nem úgy működik, hogy na, akkor most 20%-a több gyerek van, de ők annyira hisznek benne, hogy az jót tesz a gyereknek, hogy olyan sárkány évébe született, és ezt nagyon komolyan csinálják. Hát úgy elgondolkoztunk rajta, de végül is megoldották. Úgyhogy nagyon össze van ez az egész rakva a modernséggel, meg a régi hit. Hittel, hogy azért jó, de azért a sárkány év, mégiscsak sárkány. Végezetül még ugye nagyon sok ízelítőt, meg érdekes útélményt hallhattunk Öntől. Ami fontos, hogyha valaki külföldre utazik, legyen a Szingapurba, vagy a világ bármely sarka, hogy ott mire számíthat mondjuk egy kisebb baleset esetén, milyen ellátás van, ebből is van tapasztalat? Hát sajnos van. Első kézből tudok erről beszámolni. Ugyanis az történt, hogy figyelmetlenül mentem ott az úton, és megakadt a lábom egy gyökérbe, és hát hasra estem, halljuk be férfiasan, de a két kezemmel meg az orrommal sikerült fölfogni a nagy becsapódás, viszont annyira sokkolva került a derekam, hogy nem tudtam fölkelni. Tudtam, hogy nincsen semmi bajom, csak megmozdulni nem tudtam. Rögtön hívtak mentőt, bevittek a kórházba, ott rögtön elkezdtek kivizsgálni, megkérdezték, hogy mi történt, honnan vagyok, milyen betegségeim vannak, mit érzek. Tehát ami egy ilyen rutinhoz hozzátartozik, és vittek az egyik helyről a másikra, szépen, gyorsan, hogy nem sok idő, és ott mindenhol megmondták, hogy most Ábrahám úr röntgent csinálunk, most egy kis belgyógyászati vizsgálat, most vért veszünk magától, és ezt azért, hogy megnézzük, hogy a gerince rendben van-e, nincs esetleg belső zúzódása, és a többi, és a többi. És utána egy kórterembe vittek. Na most ugye ez hozzátartozik, hogy a családom az nem jöhetett velem, mert ugye az orvosi terület, viszont a váró részben volt egy gyönyörű információs tábla, ahol láthatták, hogy Mr. Ábrahám most éppen a röntgenen tehát van. Tehát nyomon követhették. Tehát nem az, hogy meg kellett kérni a nővérkét, hogy nézze már meg, hogy hol van a nagypapa, vagy mit tudom én. És ez minden ki volt írva, és amikor kiírták a végén, hogy Ábrahám urat, ha jól emlékszem, a B22-es szobába helyeztük el, akkor ők bejöhettek a B22-es szobába. Na most ez egy csodálatos szoba volt. Ugye két ágyas volt, fürdőszoba, zuhany, WC, tálca az ágy előtt, hogy onnan tudjon enni az ember, fogkefe, fogkrém, szappan, törőköző, pizsama. Tehát egy olyan ember, mint én, aki szó szerint beesett az utcáról oda, egy teljes higiéniai ellátást kapott, hogy nem kellett semmit sem vinni magammal. Hát és a nővérek nagyon gyakran jöttek, Ábrahám úr, hogy van, nem fáj semmi, hozzuk a vacsorát, és hát gyönyörű ételek voltak, ez a kínai távol-keleti halak, kagylórák, mit tudom én, mi minden, és hát finom volt és kiadós, és ugye volt egy másfél literes palack mindenkinek az ágya mellett, amire rá volt írva, hogy itt van tele, ennyit kell meginni délelőtt, ennyit kell meginni délig, ennyit kell meginni délután, és estére legyen üres. És ugye ez mind azért van, mert abban a hőségben az embereknek
igen nagy a párolgása, és hát ne a kórházba száradjon már ki szegény ember, hanem és így udvariasan, de határozottan a nővérek ellenőrizték, hogy meg kellett inni azt a szükséges mennyiséget, és hát tényleg biztonságban éreztem magam. Egy éjszakára ott tartottak, mert azt mondták, hogy azért nem úgy van az, és másnap aztán minden probléma nélkül föl tudtam kelni és hazamenni. Úgyhogy ez is egy nagy élmény volt. Összességében mondhatjuk akkor, hogy akkor ez egy ilyen maradandó, felejthetetlen élmény volt, Szingapúr is. Hát igen, szóval, hogy mondjam, ha az embernek van hozzá lehetősége, valószínűleg nem rossz ott élni. Mert jó megszervezett ország, minden a helyén van, a hivatalnok, mert időnként be kellett menni a hivatalba, és azok is tökéletesen működnek, és szóval úgy minden, szóval semmi rosszat nem tudok mondani rá, de hát nem engedhetem meg magamnak, hogy ott éljek, úgyhogy magyar vagyok itt van. Köszönöm szépen, hogy itt volt és megosztotta velünk Szingapúr élményeit is, a szingapúri utazás kalandjait hát is. Hát nagyon köszönöm a lehetőséget, és remélem tetszett. Igen, és reméljük, hogy lesz rá még mód. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Köszönöm nézőinknek szépen. Pedig megköszönöm a figyelmüket fehérvári beszélgetésekkel. Természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!